Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy teljes létszámban megjelentünk, határozott képesek vagyunk. Javaslom jegyzőkönyvvezetőnek Lőrinc Juhász Mariettát elfogadni. Továbbá javaslom a napirendi pontokat elfogadni a kiküldött anyag szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy két másik napirendi pontot, gyermek jóléti központ létrehozása, illetve gyermek jóléti szolgáltatás és családsegítési társulás formában történő ellátása. Ezzel a két naprendi ponttal egészítsük ki, illetve a kiküldött anyag szerint továbbá javaslom, hogy a második, harmadikat, az ötödik, hatodikat, a hetedik, nyolcadikat, a 11-12. Naprendi pontokat kettesével együtt tárgyaljuk. Aki egyetért javaslataimmal, készfeleménysel szavazzon. Köszönöm szépen, megkezdjük a testületi ülésünket. Első napirendi pontunk, Virágos Porta 2015 eredményhirdetése. Az eredményhirdetésen azt értjük, hogy a mai napon döntünk és elfogadjuk a született eredményeket, de viszont abban maradtunk, hogy az ünnepi testületi ülésen, ami majd decemberben lesz, akkor hívjuk meg a eredményt elérőket, és akkor adjuk át a díjakat. Ezt a Virágos Porta mozgalmat úgymond minden évben megrendezzük, ezen az éven 15-en pályáztak, mindenki megkapta az írásos anyagot, amelyek fényképpel el vannak látva. Április 27-én szavaztunk ebben az évben arról, hogy ezt a mozgalmat, Virágos Tiszta Udvar 2015 versenymozgalmat meghirdettük. Akkor döntöttük arról, hogy egy bírálóbizottság is feláll, amelynek elnökül Olá Zoltánt választottuk, tagjaival pedig Lőrinc Jánost, Csáki Balázsnét, Gönci Zoltánt és Kristóf Andreát választottuk, és az előbb rosszul mondtam, nem 15-ön, bocsánat, 16-on neveztek be, és az értékelés pedig ez év szeptemberében megtörtént. Hát az értékelés eredményhirdetését kérem, hogy a pénzügyi bizottság tegye meg, és mondja, hogy kik lettek az első, második, illetve a harmadik helyezettük. Köszönöm szépen a szót. Mint ahogy említettem, a testület 100 000 forint díjat szavazott meg erre a mozgalomra, amelyet most úgy osztottak meg, hogy egy darab első helyezést hirdettek, illetve fogadtak el. Ez 40 000 forintos, két darab második helyezés 25 000 forint, illetve egy darab harmadik helyezés 15 000 forint, amely vásárlási utalvány formájában került kiosztásra. Mint ahogy polgármester úr is említette, a decemberi taggyűlésen ünnepélyes keretek között lesz átadva. Annyit előzetesen, hogy mint minden verseny, tegyük idézőjelbe, vitatható, nyilván a legjobbat és a legszebbet akarták a bírálóbizottság is, ezt találták a legjobbnak, és akkor nem szaporítom a szót. Első helyezett Terjék Bertalan Cigány Kertköz utca, két második helyezett ifjú Terjék József Cigány Zárvány út, illetve Csáki Attila Cigány Vasút út, illetve egy harmadik helyezett Nagy Géza Cigány Petőfi Sándor út. A többiek is nagyon gondosan és szépen művelték az udvart, a kertet. Nekik is gratulálok és köszönjük. Reméljük, hogy minél többen csatlakoznak. Nem feltétlenül azzal, hogy beneveznek a versenyre, hanem mindenki igyekszik a portáját jövőben is és azután is rendbe tartani. A győzteseknek gratulálunk, a többieknek köszönjük a részvételt, és akkor decemberben lesz majd a ünnepélyes átadás. Ha kívánsz még valamit. Köszönöm szépen. Nekem annyi lenne, hogy a tévénézők számára majd, amikor lemegy az adás, azt kérem a technikától, hogy a fotókat, mi alatt ez a szöveg elhangzik, tegyék ki, hogy lássák a tisztelt tévénézők, hogy kiről van szó, és akkor a portához írják oda, hogy melyik utca, hány szám, és ki a tulajdonos, hogy mindenki számára érthető és világossá váljon az eredmény. Van-e a naprendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, bármilyen egyéb javaslat, hozzászólás? Én úgy gondolom, ez mindenki számára egy örömteli dolog, és minden éven ebbe a mozgalomba szívesen pályázunk, hiszen mindannyiunk érdek, hogy a portáink, a településünk rendben legyen, és nincsenek más hátsó célja, titkoltan csak annyi, hogy minél többen jelentkezzenek ez a programhoz, és városunk minél szebb legyen. Javaslom, szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy
egyetért a nyertesek névsorával, illetve az értékeléssel, ami írásos anyagban el lett küldve. Kérem készfelmelésre szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a testületünk egyhangulag elfogadta ezt a napi rendi pontot. És akkor majd decemberben várjuk szeretettel a jelölteket. Második és a harmadik napi rendi pontunkat tárgyaljuk együttesen. A 2015 évi költségvetés első háromnegyed évi teljesítéséről szóló tájékoztatás, illetve a 2015 évi költségvetési rendelet módosítása. Itt is mindenki megkapta az írásos anyagot, hát itt volt mit olvasni jó bőven. Én arra kérném Katit, a pénzügyi osztály vezetőt, hogy egy pár szóba foglalja össze a két napirendi pontot, és természetesen értelmeszerűen utána külön szavazunk a napirendi pontokról. Köszönöm a szót. 2015-ben is az volt a legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsuk a hivatal és az intézmények fizetőképességét és a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. A feladatok összetétele nem változott az előző évhez képest. A kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátása továbbra is a polgármester hivatalban történik elkülönítetten. A tájékoztatóban külön szerepelnek a költségvetési szervek és a különböző intézményeknek a bevételei és a kiadásai. A 2015 évi költségvetési törvény alapján az önkormányzat általános feladatainak támogatását szolgáló forrás időarányos összegét a Magyar Államkincstártól megkaptuk. A település önkormányzatok működésének általános támogatása és a közlekedési feladatok általános támogatást jogcímen kapott források időarányos felhasználása megtörtént. A gyermekétkeztetési feladatok támogatására kapott forrás felhasználása elmarad az időarányostól. Ez egyrészt likviditási gondok miatt, másrészt amiatt, mert a támogatásból lemondás vált szükségessé, hiszen az év elején valamennyi általános iskolai tanuló kétszeri étkezésére igényeltük a támogatást. Az év során azonban kiderült, hogy nem minden diák vesz igénybe a kétszeri étkezést, ezért lemondásra kényszerültünk. Az év hátralévő részében fontos feladat lesz a pénzügyi rendezés, az étkezési számlák pénzügyi rendezése. A pénzbeli szociális hozzájárulás összege szolgál az önkormányzat szociális kiadásainak fedezetéül, úgy mint az átmeneti segély, temetési segély, tétési díjkedvezmények és a közszolgálkoztatás saját ereje. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások támogatása 2014 évhez képest a törvényi változások miatt csökkent, amiatt, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély folyósítása márciustól átkerült a járási hivatal hatáskörébe. A lakásfenntartási támogatás régi formáját fokozatosan felváltotta az önkormányzati segély. Ezen a jogcímen kapott forrás időarányos felhasználása nem történt meg, így lehetőség nyílik a további kiadásokra. A kistérség szociális feladatellátásról szükséges források átadása maradéktalanul megtörtént. A közhatalmi bevételek beérkezése az időarányosan teljesült. Az iparűzési adó esetében évvégéig további adóbevétel is realizálódhat az évvégi feltöltés kapcsán. A készletértékesítés döntő többsége a Start munkaprogramon megtermelt termékekből származik. Ebben az esetben az év elején kalkulált bevételt csak nem teljesen sikerült realizálnunk. Az egyéb bevételek között szerepel az OF finanszírozás, amelynek felhasználása időarányosan megtörtént. A fejlesztési bevételek realizálódása elmarad az időarányostól, ez elsősorban a kifizetési kérelmek lassú mozgása miatt van. A finanszírozási bevételek között kerül kimutatásra az inkubátorház projekthez felvett támogatás megelőlegező kölcsön, erről majd a későbbiekben még szó lesz. Amit nem sikerült visszafizetnünk, azt reméljük, hogy az idén még tudjuk teljesíteni. A kiadások legjelentősebb része az illetmény és a járulék. A köztisztviselői illetmény alap és a közalkalmazotti béltábla nem változott. Változást jelentettek a kötelező átsorolások, aztán változást jelentett az is, hogy a képviselőtestület döntésének megfelelően a személyiktatásokban megjelent a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetén a 30%-os illetménykiegészítés, illetve a nyelvvizsgapótlék is. Az óvónők állam általi bérrendezése 2015. szeptember 1-ével megtörtént, az ehhez szükséges forrást az állam biztosította az önkormányzat részére. Még azt szeretném elmondani, hogy
a költségvetés törvény alapján az önkormányzat kivételes esetben működőképességét veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő támogatást igényelhet. A működési hiány csökkentése érdekében az idén is éltünk a támogatás igénylés lehetőségével. 44.463.000 támogatást igényeltünk, amiből 21.725.000 forintot kaptunk meg. Ez az összeg október elején megérkezett. Ennek elköltése megtörtént. Ennyit szerettem volna kiegészítésként mondani. Köszönjük szépen. Hát igen, mindannyian tudjuk, hogy egy nagyon nehéz éven vagyunk túl, ezt előre prognosztizáltuk még tavaly is, amikor összeállítottuk a költségvetést. Nagyon-nagyon sok pályázat futott össze, csak hogy néhányat említjek, a Cigányváros Szociális Város Rehabilitációja, a múzeumok párbeszéde, napelemes rendszer, befejezett a közvilágítás, közkorszerűsítés, és meg sorolhatnám. Szóval ez elég komoly munkát, erőfeszítést, és nyilván anyagi áldozatok vontak maguk után. Hát a pályázati összegekből, és a pályázati forrásokból a befolyt összegek sajnos nem mindig úgy érkeznek, ahogy arra számítunk, úgyhogy ez nagyon sokszor jelent átmeneti problémát, de nyilván, ha ezek a pályázati összegek beérkeznek, akkor előbb-utóbb egyenesbe tudunk állni, mint mindig általában évvége felé. Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy ezek az összegek megérkeznek, mert elég vékony a jég, azt azért tudjuk mindannyian, de hogyha nem fejlesztünk továbbra, és azt mondom, hogy akkor tulajdonképpen nincs is értem, hogy itt üljünk, úgyhogy ezt továbbra is próbálunk ezen az úton maradni, de nyilván reális keretek között, hogy ezt a munkát tudjuk elvégezni. Nekem a kiegészítése mennyi lett volna, átadnám a szót a pénzügyi bizottságnak, utána pedig a testületnek. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság megtárgyalta a két napirendi pontot, és általánosságban azt mondhatjuk, hogy mind a bevételi, mind a kiadási tervek időarányosan teljesültek. Ez önmagában nem mond semmit, hiszen ezek ugye ütemezése elhúzódik. Minden esetre azt is megállapítottuk, hogy ahol eltérés van, ott az indokolt. Egy téren fogalmazott meg a pénzügyi bizottság észrevételt a szállítói kötelezettségekkel kapcsolatban, mégpedig azt kérjük a pénzügyi bizottság, vagy a pénzügyi osztálytól, hogy különösen Cigányváros önkormányzata tekintetében, mivel a projektekkel kapcsolatos kiadások is itt vannak nyilvántartva, hogy ezeket a következő testületülésre legyenek szívesek külön választani, és egy tervezetet készíteni arra, hogy hogyan tudjuk évvégére ezt a tartozást minél alacsonyabbra szorítani. El kell mondani, hogy ha nem fizetjük a projektekkel kapcsolatos kiadásokat, akkor máshonnan kellett volna forrást ehhez szerezni. Tehát tulajdonképpen az ember abban a helyzetben van, hogy melyik ujját harapja meg. Úgy láttuk jónak, illetve a pénzügyi osztály úgy látta jónak, hogy ezeket megfizettük, nem kellett hozzá külön, de amint ezek befolynak, akkor ezeket a szállítói élelmiszer és egyéb tartozások kiegyenlítésére fordítjuk. Tehát ez lenne a kérésünk, hogy ez évvégéig lássuk, hogy hogyan alakul ez. Nyilvánvaló, majd egy másik napirendben fogjuk tárgyalni, hogy amennyiben nem folynak be ezek a végzett kiadások, akkor az önkormányzatnak akkor is helyt kell állni, és meg kell tenni a megfelelő lépéseket, amit meg is fog a testület tenni, de szeretnénk, ha ez évvégére egy minimálisabb összegre realizálódna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Átadnám a tisztelt képviselőknek, testületnek a szót, kérdés, javaslat, bármilyen egyéb hozzászólása naprendi ponthoz kapcsolódóan. Ha van, akkor azt kérem, most tegyék meg. Parancsolj, képviselőasszony. A helyi adókkal kapcsolatosan, hogy itt ez a teljesítés, az az előírt, vagy már befolyt? Ez a befolyt. A befolyt. Tehát akkor olyan számunk, ami az előírt iparőrzési adó, hogy mondjuk mennyit nem fizettek be, akkor azt nem látjuk. Innen nem látjuk, de akkor ebből nem látjuk. Mert az jó lenne tudni, hogy mi az, ami előírt és nem folyt be, mert azért az is szerintem egy... Az iparőrzési adó tekintetében pont az az adó nem, ami majdnem 100%-osan teljesült idáig, majd a feltöltésből várjuk a további bevételeket. Tehát az iparőrzési adóban azt lehet mondani, hogy az nagyon jó fizet alaposság meg a vállalkozók. A kommunális adóban van inkább nagyobb elmaradás, annak nehezebb a hajtása.
még egy, lehet, hogy a kérdés, de az iparűzési adónak az ellenőrzése olyan jellegű ellenőrzése, hogy az önkormányzat ellenőrzi-e a benyújtott bevallásokat? Hogyne, természetesen, tehát, persze, tehát persze. Nem a bevallást, hanem tehát folytat-e levizsgálatot? Hogyne, persze, persze. NAV-val is, kincstárral is folyamatosan tehát megy az ellenőrzés. Tehát kereszt ellenőrzésében hogyne, megy. Természetesen. Köszönöm. Alpogámsor. Annyit szeretnék, hogy nyilván azt lehet látni, hogy a jelen szállítói tartozás állományunk az jelentősen megnőtt. És ahogy célzottál polgármester úr is évvége fele szokott az lenni, hogy valamilyen szinten tiszta képet tudunk látni, de leginkább majd a zárszámadás fogja megadni újra azt, hogy is állunk. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy amióta nagyon sok helyen áttértünk ezekre a feladat alapú finanszírozásra, megváltozott a hivatalnak is a finanszírozása, azok az önkormányzatok, amelyek nem rendelkeznek saját bevételekkel, azoknak a mozgástere az nagyon szűk, és ahogy tudja mindenki, mi is úgy terveztünk, hogy hiánnyal terveztük a költségvetést, ami hát nem tudom, hogy minek nevezik hiányos, hogy hát annak ellenére nem tudom, hogy hiánya, hogy lehet tervezni, mert mindig megvan ennek a technikája, de gyakorlatilag a Cigándi önkormányzatnak a mozgástere az nagyon-nagyon kicsi az egyéb feladatok tekintetében, viszont egy rengeteg olyan feladat van, amit meg kell oldani, és ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, tehát valamilyen szinten mindig arra azt reméljük, és hát gyakorlatilag nyilván reményekre elég nehéz költségvetést tervezni, hiszen ott józan számokkal kell gondolkozni, de vannak olyan feladatok, amelyeket egyszerűen nem lehet kikerülni, úgy, mint például egy ingatlan vásárlás, ami fejlesztésekhez szükséges, vagy rengeteg olyan dolog, ami nem vár kiadás, vagy egy projektnek az előkészítése számtalan olyan tervezői feladat például, amivel mi már most kellene, hogy még nagyobb energiával dolgozzunk az elkövetkezendő időszak fejlesztésein, de ennek némileg gátat szab az, hogy az önkormányzatnak a mozgástere a fejlesztések előkészítése terén azért meglehetősen korlátozott, főleg úgy, hogy ami esetleg úgynevezett, nem tudom, hogy szoktuk ezt, nem befektetési tartalék, hanem a betét lekötési számlánkon szereplő tartalék, az gyakorlatilag mindig feléjük, és mindig benne van az egyéb különböző projektjeinkben. Éppen ezért ez nagyon nehéz helyzet, és valóban egy picit ez olyan, hogy menekülünk előre, és halmozzuk magunk előtt a tartozásokat, de azért attól én nem félek, hogy túl rúgnánk a takarunkon, illetve hát azért mindig bennünk van egy kis bizonytalanság, de azt lehet látni, hogy mindig megvolt évvégére az a segítség most év közben is, ami ahhoz kellett, hogy a költségvetés az kiegyenesedjen, de a számokat majd akkor fogjuk látni, amikor ezek a projektek tényleg lezárultak, és most jön egy új időszak, kezdődik majd egy új időszak, aztán talán ott majd tiszta lappal lehet indulni, hiszen számtalanszor van olyan, hogy van egy több százmilliós pályázatunk, úgy kalkulálunk, hogy 100%-os a támogatás, de azért számtalan olyan költség van, ami a végén az vagy valamiért nem támogatják, most ezt nem akarok belemenni a részletekbe esetleg, hogy miért nem, de ez előfordul, és nem feltétlenül a mi hibánk, akkor egy 400 millió forintos projektnél az 1% vagy a 2% is nagyon-nagyon sok tud lenni a költségvetés összessége szempontjából. Tehát ami fontos, és én ez megragadok, jó, hogy képviselőasszony ezt felhozta, az iparűzési adót, erre különösen megpróbálunk odafigyelni, és tudják a Katiék is, hogy amint tudunk arról, mert azért például most Cigánd környezetében az elmúlt két évben tőlünk függetlenül is volt két jelentős állami beruházás, ami Cigánnak a közigazgatási területét érinti, és hát azért a vállalkozók azok nyilván be kell, hogy jelentkezzenek, mert azért most már nagyon keményen ellenőrzik őket is, de nem szeretik azért ezt elkapkodni, de mi odafigyelünk arra, hogy ne csak a generál kivitelezők, hanem a alvállalkozók, mindenki jelentkezzen be, jelentse be az összes dolgozó céget, mert ha csak a 2%-os iparűzési adót vesszük, még ha nyilván nem lehet a teljes beruházási összegekkel kalkulálni, akkor csak ezen több milliárdos projekteknél azért néhány millió forint iparűzési adót lehetettől remélni, és hogy Kati is mondta, azért ez ott jól áll annak a teljesülése, és nálunk nem mindegy, hogy az mondjuk 20 millió forint lesz, vagy a végén majd 30 vagy 35, ez is tavaly is például nagyon sokat tudott segíteni, hogy terven felül volt az iparőzési adóbevétel, ha jól emlékszem, elég rendesen, úgyhogy ezzel inkább óvatosak vagyunk, de az elmúlt időszakban inkább
pozitív volt ennek a teljesülése. Ezzel kapcsolatban, Dani elmondott, megkerestük a vállalkozókat. Mindenkinek felhívtuk a figyelmét arra, hogy az adóbevallást nyújtsa be, meg teljesítse az adófizetési kötelezettségét, senki nem zárkózott el, be is jöttek, be is jelentkeztek, úgyhogy reméljük, hogy lesz belőle bevételünk is. Köszönöm szépen. Van-e más? Képviselőasszony? Még egy kérdésem lenne, hogy itt a határidőn túl kifizetett számláknál számoltok ez az új PTK szerint ezzel a behajtási költségáltalánnyal nem? Nem kérünk és számoltok. Még eddig nem kértünk sosem. De hogy ti nem kértek, de hogy ti számoltok-e azzal, hogy tőletek fognak, hogy nektek fizetni kell? Nagyon sok cég beküldte a nyilatkozatot, úgyhogy nagyon sok nem kérnek tőlük. Na most sem. A számlánként kell, majd volt már egy ilyen ügy, tehát minden visszamenül, tehát mindig fizetés után számlánként kell figyelni, mert külön, de elő kell írni. Igen, sok cég beküldte a nyilatkozatot, tehát alá kellett írnunk a nyilatkozatot, hogy tehát elfogadjuk azt, hogy nem fizetünk, tehát nagyon sok cég ilyen jellegű nyilatkozatot állított ki velünk. Igen, állítatotta ki velünk, hogy nem fizettetnek velünk. Mert azt hiszem, hogy velünk itt nincs ilyen, akkor majd ebbe is csak mondom, hogy számlánként kell, mert most pont beleszaladtunk egy ilyenbe, tehát nem elég az, hogy egy évre megállapodunk, hanem minden egyes számlára külön meg kell kötni, mert különben elő kell írni. Mondom, hogy összes, tehát előzetes nyilatkozatokat küldtek a szállítók, nagy nem fogadják küldte. El, majd bemutatom neked, ezért jó, nekem van most egy ilyen ügyem, tehát számlánként külön-külön kell. Akkor is, hogyha nyilatkoztunk? Akkor is, hogyha van előzetes nyilatkozat. Ez új dolog, jó, akkor majd. Köszönöm. Technikai. Jó, persze, majd dolog, majd ezt megbeszéljük. Persze, ezt majd bemegyek, aztán majd átkészít, jó? Rendben. Köszönjük. Köszönjük szépen. Van-e további hozzászólás? Még egy mondatot, ugye mivel együtt tárgyaljuk a második, harmadikat, a pénzügyi bizottság megtárgyalta a módosítást, azokat indokoltnak tartja a negyed évre vonatkozóan is, ezért azt is javasoljuk elfogadni ennyit, mert azt elfelejtettem az előzőnél. Igen, a teljesítéshez módosítottuk. Így van. Hát igen, a két anyagból látszik, hogy Cigány, de sajnos még nem a leggazdagabb városa a környéken sem, de viszont továbbra is a feszes gazdálkodás. Ez nem csak feladat, hanem mindannyian kötelessége, úgyhogy ezek mellett továbbra is ezt szem előtt tartva próbáljuk meg tisztességesen az év végét befejezni. Amennyiben nincs hozzászólás a két napirendi ponthoz, én a másodikat tenném fel először szavazásra. Aki elfogadja a 2015 évi költségvetés első háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatást, kérem kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangú, illetve a harmadik napi rendi pontot tenném felszavazásra, aki egyetért a 2015 évi költségvetési rendelet módosításával, kérem kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Ezt a napi rendi pontot is testületünk egyhangulag elfogadta. Negyedik napi rendi pontunk következik a sorban. Támogatás megelőlegező hitel futamidejének meghosszabbítása. Aki emlékszik rá, annak idején az inkubátorházak fejlesztéséhez 95 millió forintos támogatás megelőző hitelt vettünk fel. Ebből 67 millió 747 ezer forintot sikerült visszafizetni, a fennmaradó 27 millió durván 200 ezer forintot. Akkor fogjuk tudni visszatenni, hogyha a benyújtott kifizetési kérelem beérkezik, elfogadják és azt átutalják számunkra. Hát a hitelhez ez év december 31-ig kaptunk időt, hogy visszafizessük. Ezt mivel a támogatás beérkezésének ideje bizonytalan, ezért módosítanunk kell ezt az időt, illetve az adatszolgáltatásunk a november 20-áig eleget kell tenni. Ezért javasoltuk a képviselőtestület felé, hogy a kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. március 31-ig meghosszabbítsuk. Ehhez kaptam mindenki az írásos anyagot, pénzügyi bizottsági ülésen tárgyaltunk, kérem szépen a véleményét. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és nyilvánvaló, hogy nem is dönthet másképp, ez egy észszerű előlépés arra, hogy mint ahogy az előző napirendnél beszélgettünk róla, amennyiben nem kapjuk meg a benyújtott a projekt minket megillető részét, a szállítóval szemben megint csak helyet kell állnunk.
ezért szükséges, hogy ez a pénz készen létben legyen. Amennyiben megjön december 31-ig és tudjuk utalni, akkor nem lesz rá szükség. Amennyiben nem, akkor ebből fogjuk kifizetni, és majd ha megjön, akkor ezzel fogjuk törleszteni. Pénzügyi bizottság javaslója elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Átadnám a szót a testületnek, akinek a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérés, kérdés, javaslat, egyéb hozzászólása van, kérem, azt tegye meg. Alpolgármester úr, parancsolj. Aki nézi a testületi ülést, hogy nem arról van szó, hogy olyan hitelt veszünk fel, ami valamilyen hosszú távú kötelezettségvállalással jár, hanem arra veszünk fel hitelt, ami egyébként már korábban elbírált, van egy nyertes pályázatunk, de itt nincs előfinanszírozott rész, hogy előleg a projektben nem szlovák-magyar határon átnyúló projektről van szó, hanem ki kell fizetni a számlákat, és csak utána juthatunk a támogatásnak a visszaigényléséhez, és itt igazából gyakorlatilag nem arról van szó, hogy egy új kötelezettségvállalás, hanem egy meglévő kötelezettségvállalást finanszírozza előre a bank. Köszönöm szépen. Van-e más kiegészítés, hozzászólás, egyéb? Amennyiben nincs, és mindenki egyetért azzal, hogy a futamidőt akkor március 31-ig hosszabbítsuk meg, kérem, kész felmelésre szavazzunk. Köszönöm szépen, testületünk egyhangulag ezt a napirendi pontot is elfogadta. 5. és 6. napirendi pontokat tárgyaljuk együttesen. 5. napirendi pont intézmény létrehozása bölcsőde, illetve a 6. a bölcsőde alapító okiratának jóváhagyása. Tudni kell a két napirendi ponthoz és az írásos anyag mellé, hogy Cigányváros Intézmény fenntartó központként működ az MP-nagár, illetve Révlányvárral közösen. Révlányvár elküldött hozzánk egy nyilatkozatot, miben arra szólított fel minket, hogy ő saját maga szeretné ellátni az intézményét, ezt érdemes megfondolnunk, és önálló intézményt szeretne létrehozni. Ez több okból is támogatható, egyrészt szakmai szempontból, hiszen külön intézményt helyileg sokkal jobban tudnak irányítani. A bölcsőde működése engedélye a különvállás lehetővé teszi, tehát jogilag ez teljesen rendben van, illetve pénzügyi szempontból az átszervezés többletkiadással nem jár, tehát nekünk ez külön teherként nem jelenik meg. Sőt, a dolgozói létszám intézmények közötti megoszlása miatt mentesülünk a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól is. Ezért javasoljuk a bölcsőde önálló intézményi szervezését. Jegyző, nem tudom, kihagytam valamit. Pénzügyi bizottság ülésen tárgyaltuk, kérem szépen a véleményét. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és mivel kész helyzet elé állított minket Révlányvár ezzel a döntésével, erre kell, hogy lépjünk. Most ugye elvileg egy második lépést is megteszünk, amikor is az óda szervezeti egységéből a bölcsödét önállóvá teszünk. Ennek előnyei lesznek részünkre, remélhetőleg, és különböző pályázatoknál is ez majd másképpen realizálódik. Tehát most célszerű megtenni a két lépést, mint ahogy az előterjesztés is tartalmazza, anyagi kiadás, tehát plusz anyagi kiadással nem jár. Célszerűnek látja a pénzügyi bizottság, és javasolja a testületnek is, hogy ezt a lépést, illetve ezt a két lépést tegye meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Átadnám a szót a testületnek a két napirendi ponthoz vonatkozóan. Kérdés, javaslat. Alpolgármester úr, parancsolj. Gyakorlatilag csak egy kicsit úgy szeretnék visszatekinteni arra, hogy amikor létrejöttek ezek a társulások, hogy mi is volt az oka. Egyrészt volt a különböző jogszabályi kötelezettségek, amikor még ez az iskola fenntartó intézményi társulással együtt, ugye óvodák és iskolák együtt voltak, ezzel a társulással jött létre annak idején a Cigándi, a Révlányvár és az MP-nagárdi önkormányzat között. Azóta nagyon sok víz lefolyt a Tiszán, ahogy szoktuk mondani, és mind a szabályozási környezet, mind a különböző szakpolitikai irányok miatt nagyon megváltozott minden, hiszen az iskola átkerült állami fenntartásba, állami intézmény lett, a társulások ilyen jellegű finanszírozása, ami azt
ösztönözte, hogy vonják össze az intézményeket, megszűnte, gyakorlatilag annak anyagi előnye nincsen, hogy az óvodát társulási formában lássuk el, amellett, hogy én nekem azért az a személyes véleményem, hogy szakmai szempontból inkább előnyös, mint hátrányos a óvoda fenntartó társulásnak a működtetése, de nem cigánnak, hanem a kis településeknek, és mivel ennek olyan finanszírozási többlete mutatkozik nálunk, illetve olyan administratív plusz teendője, ami azt gondolom, hogyha nem is akarják fenntartani, ráadásul ezt, az legyen az ő dolguk, hogy miért, akkor ennek túl nagy értelme nincsen, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt az óvodánál olyan mozgások, mint a iskolánál, hogy gyerekeket hordtak volna be a cigán óvodában, nincsenek, tehát ennek ilyen létszám kihatásai egyelőre nem lesznek nekünk negatív semmiképpen, hanem majd pozitív lehet, hogyha nem fogja tudni valamelyik település esetleg valamiért fenntartani az óvodáját, mert annyira lecsökkenne a létszám, nem tudom, hogy állnak, de gyakorlatilag azért ezt látni kell, hogy akkor ennek volt értelme, de inkább az iskolák szempontjából, illetve anyagi szempontból viszont semmilyen negatív hátrány nem éri az önkormányzatot, inkább úgy gondolom, hogy költségektől is tehertől szabadulunk meg, az pedig a település, mindenki, minden önkormányzat eldöntheti, hogy kivel és miért akar társulni, milyen feladatellátásra, tehát ez az ő döntésük, és majd ezt már egy kicsit előrevetítjük, mivel az MP Nagár is benne van, ők még nem hozták meg ezt a döntést, de gyakorlatilag, mivel mi is meg fogjuk hozni, ahogy erről már beszéltünk, hogy szedje meg a társulás, így gyakorlatilag meg fog szűnni, úgyhogy majd Thomas már utána voltak fejlemények, mert beszélgettünk itt, hogy milyen időponttól tudjuk, hogy ne legyen, vagy az átszervezés szabályait megtartsuk. Csak összekapcsolódik, azért gondoltam, hogy még ezt itt elmondom. Köszönöm annyit, hogy maga a társulás megszüntetése, ha már kapcsoljuk hozzá a harmadik napirendet, a 7.-8. akkor ugye december 31-ével ugye ki lehet mondani, mert a kimondástól számítás 6 hónapon belül szűnik meg, tehát az azt jelenti, hogy május gyakorlatilag ugye a finanszírozás, a szakmai szempontokat figyelembe vételével, az pedig 2016. szeptember 1-ével. Tehát azért kell most meghozni ezt a döntést, és mint ahogy Dani is elmondta, hogy itt mindenki azt gondolja, hogy ebből ugye valami előny származott cigánnak, annak idején el kell mondani, hogy annak idején származott. Mert a bölcsőre létesítésénél is ugye igen jól jött az, hogy egyáltalán a kis térségi társulás működik, mert másképp nem lett volna bölcsödénk se, ha nem ez az oktatási társulás. Az oktatási társulásnak annak meg más irányú politikai okai voltak, ugye, hogy azt így kellett létrehozni, mert azért nyilván mindenki megütközött rajta, hogy Agárdról ugye bejárnak ide, közben van ugye Vicse, és ide járnak mégis. Ugye ez így alakult. Abban az időben ugye ez mind a települése, minden településnek előnyös volt. Nekünk is. Ugye több támogatást kapott, mert akkor még ugye normatív támogatás illette meg az önkormányzatokat. Több támogatást kapott a társult település is. Ugye ezt, mint ahogy Dani mondta, ez már ugye lecsengett. Most tulajdonképpen előnyt csak kizárólag a társult települések élveznek ebből. Nekünk ez előnyt nem jelent egyáltalán. És a lányvári döntésből ugye kiindulva elfogadható és talán támogatható is az, hogy egy településen legalább egy intézménynek lenni kell. Olyan település nagyon nehezen működik, ahol egy intézmény sincs, és ugye ezeken a településeken nincs intézmény. És mint az iskola is elkerült, ugye az egyenlőre nem lesz az se iskola se, és így talán az óvodát meg lehet menteni. Köszönjük, Edző. Van a két napi rendi ponthoz kapcsolódóan egyéb? Bármi. Én kérdésem lenne, hogy itt a elsősorban jegyzőhoz, hogy itt ugye, mivel intézmény átszervezésről van szó, új intézményként kell tekinteni a cigándira mind a két esetben, tehát akkor az átszervezés miatt kell ennek különösebben a jogi oldaláról foglalkozni, úgy mint például az intézményvezetőknek a kinevezése.
a bölcsöde esetében ugye a bölcsöde új intézményként történő létrehozása nyilván maga után mondja azt, hogy az orrának is módosítani kell az alapító okiratát. Mert ez kiválik belőle önálló intézményként, és nyilván az alkalmazásnál ugye itt kell lesz egy pályázatot csinálni, de ez nyilvánvaló, hogy ugye a meglévő helyettes, vagy illetve nem, hogy nevezik ezt? Hát helyettes intézmény egység, tagintézmény vezetője kerül ugye nyilván feltételezhetően várhatóan ugye pályázásra, hogy ő pályázik. Tehát, és ugye ez, mint ahogy itt elhangzik az előterjesztésben, és ez semmilyen anyagi kihatással nem jár, mert azt az illetményt tagintézményvezetőként is megkapja, mint amit önálló intézményvezetőként fog megkapni. Tehát itt ez nem jelent semmi féle gondot. Én azt mondtam, inkább arra figyeljünk oda, és az óvoda is újnak minősülik, hogy jogot? Nem. Jogot lehet. Nem mintha személyi változtatás, akarnék én személy szerint kikölni ezt, hanem csak hogy szabályosan csináljuk meg ezt a részét. Jó. Köszönjük szépen. Van-e további hozzászólás? Amennyivel nincs az ötös napi rendi pontot, szavazzuk először intézmény létrehozása, nevesítve a bölcsőre, aki egyetért készfelmése szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadta a testületünk, illetve a hatodik napi rendi pontot teszem fel szavazásra, aki egyetért a bölcsőre alapító okiratának jóváhagyásában, kérem készfelmése szavazzon. Köszönöm szépen, ezt is egyhangulag elfogadta a testületünk. Hetedik és nyolcadik naprendi pontunk következik a sorban. Óvoda alapító okiratának módosítása és intézményfenntartói társulás megszüntetése. Hát tulajdonképpen itt már elmondtuk az első két naprendi pontról, hogy miről van szó. A alpolgármester úr végigvezette az óvodát. Itt annyi, hogy a telephelyeként törölni kell a társulás településén található telephelyeket, illetve a intézmény fenntartói társulást meg kell szüntetni. Itt nem csak nekünk, hanem az MP Nagárnál és Révlejvánnak is kell egy minősített többséggel hozott döntést megállapítani. Amennyiben ez megérkezik, onnantól kezdve élessé válhat a dolog. Pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem szépen a véleményét. Pénzügyi bizottság tárgyalt és a javaslatokkal, illetve a tárgyalat elfogadását javasolja a testületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e ehhez a két napi rendi ponthoz kapcsolódóan további hozzászólás, vélemény, egyéb javaslat? Amennyiben nincs, és ezt úgy gondolom, hogy tényleg kivesésztük, túltárgyaltuk, javaslom, szavazzunk. Először az óvoda alapító okiratának módosításával, aki egyetért, kérem készfelméssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadtuk, illetve a 8-as napi rendi pontot teszem fel szavazásra. Intézményfenntartói társulás megszüntetése, aki ezzel egyetért, kérem készfelméssel szavazzon. Köszönöm szépen. Ezt a napi rendi pontot is a jegyzőkönyvbe egyhangulag elfogadtuk. 9-es napi rendi pontunk következik a sorban. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása. Mint azt bizonyára tudjuk, akik követik az üléseinket, Cigányvárosa is rendelkezik egy helyi esélyegyenlőségi programmal. Ez az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szól. Ehhez kapcsolatban van egy törvény is, amely előírja a helyi képviselőtestületnek az esélyegyenlőség program időarányos megvalósulását, illetve ha valami változás következik be, azt is jelezni kell, és két évente ezt felül kell vizsgálni és módosítani. A felülvizsgálatot a Tűr István Képzési és Kutatóintézet dolgozói végezték el. Ehhez kapcsolódó dokumentumok írásban ki lettek küldve a tisztelt képviselőtestület tagoknak, ott bemutatják a helyi esélyegyenlőségi programot, és mindezek alapján ezt a felülvizsgálatról szóló dokumentumot el kellene fogadni.
hogy miről is van itt szó, tőmondatokban elmondanám. A gyerekek áldozatta válásának megakadályozásáról, a gyerekek egészséges étkeztetésének biztosításáról, a nők munkaügyi piaci helyzetének javításáról, esélyegyenlőség információszolgáltatás nőknek, reintegráció a munkavilágába, oktatással a szegénység ellen, időskorúak áldozatá válásának megakadályozása, egészségmegőrzés időskorban, akadálymentesítés mindenhová, a fogyatékkal élő munkalehetőségének fejlesztése, nagyjából erről szól, és ezt amennyiben átolvasták, akkor kérem szépen tisztelettel a pénzügyi bizottság véleménye után a véleményeket, javaslatukat. Az ismertetett programok közül van néhány, amelyik lejárt már, és van egy csomó, amelyik folyamatban van. Van olyan, amelyik 2018-ig tart. Itt megtalálható ebben a programban, illetve az előterjesztésben azok a megtalálhatók, azok a tennivalók, amelyeket el kell végezni. A pénzügyi bizottság úgy tartja, hogy ez alapos, kidolgozott és javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen. A felelősök is meg lettek határozva az időpontokkal együtt. Igen, igen. Hát ez igen. Kérdés, és akkor van, amit így. Köszönöm szépen a pénzügyi bizottság véleményét, átadnám a szót a testületnek. Alpolgármester úr. Maradtam belőle, hogy ennek a felülvizsgálata pontosan hogyan zajlott, gondolom, ajánlók irányította, vagy hogy volt ez már? Én nem ígyom, hogy olyan nagy aktivitást a Tűr István képzőiskutató részéről. Azért, mert csak a szempontot adták meg ehhez a felülvizsgálathoz, tehát egy útmutatót, illetve egy jogszabályon alapuló dokumentumot, ami alapján ezt a felülvizsgálatot el kellett végezni. Az önkormányzat szakemberei vizsgálták meg ezeket az esélyegyenlőségi területeket, és a meglévő programban ezek a, amiket itt lehetett látni az előterjesztésben is, ezek az intézkedési tervnek a részei. Hogy 2013-ban milyen olyan intézkedéseket fogalmazott meg az esélyegyenlőségi program, amik a célcsoportot, tehát mélyszegénységben élők és romák, nők, gyerekek, fogyatékkal élők és az időskorúak célcsoportjaira vonatkozóan. Ezek az intézkedések, ahogy mondta, elhangzott részben megvalósultak, részben folyamatban vannak, és az intézkedési terv dokumentációnak az alsó részén ez a szürke. Ezek azok, amik a felülvizsgálat során megállapított szükséges intézkedéseket, esetlegesen módosításokat tartalmaznak. Ahol nem volt rá szükség, ott nyilvánvalóan nem került kiegészítésre, illetve ahol valamilyen újdonságot meg kellett állapítani. Például itt a gyerekek áldozata válásánál ez egy nagyon jó példa volt. Annak idején ezt a rendőrség hatáskörébe helyeztük, mert 2013 környékén volt ez a iskolai hiányzásoknak a kriminalizációja, hogy nagyon szigorúan vették, és a rendőrök járták ugye a településeket, és hogyha iskoláskorú gyereket találtak, akkor azt mindenféleképpen jelezni kellett. Na, ez a kriminalizációs szándék, ez úgy néz ki, hogy cigándon szükségtelen. Mert a legtöbb esetben, hogyha a gyerekek nincsenek iskolában, mert iskola kell, akkor otthon vannak. Tehát így a rendőrség hatásköréből ez célszerű lenne például áttenni a gyermekjóléti szolgálat hatáskörébe. Ilyenek ezek ami ebben látható, tehát ilyenek ezek a megállapítások, módosítások. Ennyire volt ezzel kapcsolatban szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e napirendi ponthoz kapcsolódóan képviselőasszony parancsol? Amit megjegyeztem, sajnos mi nem befolyásolhatjuk, de ugye van például ebben egy ilyen pont, hogy a gyerekek egészséges étkeztetésének biztosítása. Persze a konyhai kifőzdékben megadják, hogy milyen menüt állítsanak össze a gyerekeknek, de sehol nem oktatják őket, hogy miért kell, hogy így egyenek. Tehát egyszerűen az oktatási rendszerben van probléma. Nincs ilyen tantárgy, hogy egészségügyi ismeretek például, vagy egy ilyen tantárgy, hogy elsősegélynyújtási ismeretek.
esetleg szakszinten választható. Én ezt végtelenül irányolom ebből az oktatási rendszerből, mert a gyerekek alapvető egészségügyi dolgokkal nincsenek tisztában, és közben látjuk, hogy óriási problémák vannak, folyamatos az energiaitalok fogyasztásának a emelkedése, különböző testépítéseket végeznek, és ehhez kreatinin, különböző fehérje termékeket esznek, kínai levesporokat esznek, tehát alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, hát ezen, és közben ugye azért tervezik a futball szakmai ismereteknek a kötelezővé tételét az általános iskolában, óriási vannak, de sajnos ezeken ilyen kis szintére nem nagyon tudunk változtatni, de oda kellene rá figyelni mindenkinek. Köszönöm. Óriási felelősség van itt rajtunk szülőkön is, én úgy gondolom, nem csak az iskolában, hanem minden épeszű felnőtt embernek ezt otthon be kellene tartatnia, illetve legalább egy kicsit is oda figyelni. De sajnos én is azt veszem észre, hogy a szülők érdektelenné váltak. A gyerekek jelenlegét alá járkálnak az utcákon, tényleg, és ez egy rossz irány, de hát ha a szülő nem tudja megnevelni, akkor most minden nem tehetünk, csak egészségnapokat szervezünk, illetve mindent megteszünk a város részéről, hogy... Igen, így van. Köszönöm szépen. Van-e más? Alpolgármester úr. Igen, azért a programnak a fontosságáról szeretném, hogyha egy pár szót ejtenénk, mert ez, hogy tehát nagyon sok ember annak idején is, amikor főleg településvezetői szinten, nem mondom, hogy feltétlenül Cigándon, de az, hogy esélyegyenlőségi programokat kell készíteni, az egy ilyen kényszer volt, amitől nagyon sokan nem sok mindent reméltek, illetve azt, hogy na majd ennek milyen jelentősége lesz. Én azért így végignéztem ezeket a pontokat, bár még egy pár dolog, ezt nyilván ki lehet egészíteni. Azért én arra felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy Cigándembe bőven élen jár, hogy milyen esélyegyenlőségi szempontokat tudott megvalósítani. Én nagyon szívesen csinálnék erről egy kimutatást, hogy hány olyan programot valósítottunk meg, és hány nem 100 millió, hanem milliárd forint értékben, akár a kistérségi vonatkozásban, de elsősorban Cigándon. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy na jó, van itt egy papír, nem feltétlenül egyébként ez szerint járunk el, mert nem ezt lapozgatjuk minden nap, hogy mit is kéne megcsinálni, de azért arra jó, én, amikor volt a pont az áropos pályázat, amit már két vezényeltek, az is egy hasonló célja volt, azért eléggé furcsa itt, hogy van egy állami intézmény a térségben, és nyilván jó, meg nagyon szuper, csak közben fut egy másik program, aztán nem nagyon látom a kettő között az összhangot. Ugye gyakorlatilag ugyanarról szólt a Tűr István képző és kutatóközpontnak is a valamilyen programja, meg ugyanezt csináltuk mi is, csak ők annyi, hogy Bodroghalomban székelnek, mi meg itt csináltuk, és ugyanúgy az egész kistérségre vonatkozóan, tehát némi átfedés van, aztán én nem nagyon látom, még én sem világosan, pedig nagyjából tudom, hogy miről van szó, nem hogy egy kívülálló. Szóval visszatérve arra, hogy az esélyegyenlőségi programoknál, ha más nem arra jó, hogy tudunk húzni egy mércét, hogy na azért mennyi mindent sikerült megvalósítani, és és azért akartam ezt elmondani, mert ami igaza van képviselőasszonynak, azt is el lehet dönteni, hogy a kötelező oktatási tevékenységen kívül az önkormányzat mivel tudja segíteni az oktatást vagy a nevelési munkát, nyilván erről is szóltak a projektek, és azért amellett meg én úgy gondolom, hogy azért a biológiai órába például nagyon-nagyon sok minden beleférhet, vagy belefér, hiszen mi is tanultunk a vitaminokról, a táplálkozásról, nem tudom én miről, tehát az már utána gondolom az iskolának a saját hatáskörében is lehet ezen valamilyen szinten, tudom, hogy meghatározott tanmenetek vannak, de azért nagyon sok mindent kell, hogy megtanuljanak a gyerekek. Amellett meg mi szerintem annyi egészségügyi, meg mindenféle programot csináltunk, hogy én nem is tudnám összeszámolni, hogy hányféle, az, hogy most ki ebből, meg mit szűr le, az tényleg a szülői felelősség is egy picit, hogy a gyerekeket ne csupán részt vesznek rajta, már mindenki azt mondja, hogy jó, meg van határozva napja a gyereknek reggeltől estig, és a szülőnek gyakorlatilag nincs is feladata velük, mert egész nap ki van használva idézőjelben a gyerek, és mindennel el van látva, csak aztán lehet, hogy a otthoni nevelési munka meg lehet, hogy egy kicsit hiányos, vagy csak egyszerűen ilyen a fiatal felnövő generáció, nem tudom, de azért azt én nem mondanám, hogy mi nem adunk meg elég sok lehetőséget, nem mondom, hogy minden lehetőséget, de amivel tudunk élni, az szerintem biztosítjuk a gyerekek számára.
meg a családok számára. Ilyen pont ezek az alkalmakkor szervezünk egy-egy kisebb koncertet, hogy valamivel oda próbáljuk őket hívni, vagy valami érdekességet, ami oda vonz őket, de sokszor még ez is hasztalan, és sajnos még a kedves élmény az ember, amikor látja egy-egy ilyen rendezvényen alig-alig jelennek meg, tehát az érdektelenség itt is visszaköszön. Hát reméljük, hogy ez majd változik. De azért vagyunk mi is, hogy akkor esetleg más csomagolásba tegyük ezeket a dolgokat, lehet, hogy mi is hibásak vagyunk. Mennyire így van, ugye, amit elmondott, nem véletlenül kapta meg a település, ugye most a gyermekbarát település, mert nyilván azt csak úgy lehetett elnyerni, hogyha le kellett tenni az asztalról, hogy milyen tevékenységet folytatott ennek érdekében a település. Igen, ezt aljegyző nagyon szépen megírta ezt a pályázatot, utólag is köszönött neki, mert nem volt itt legutóbb, mikor átadtuk a díjakat az intézményeket, nagyon szépen össze volt szedve, és valóban ez egy nagyon, nagyon sok oldalú pályázat volt, ami hála Istennek kívülről értékelnek, és ez adja meg az egésznek az értékét, hogy valaki akkor felfigyel a munkánkra, hogy valóban jó úton járunk, és ez továbbra is megerősít minket, hogy ez az út, ez tovább ijető, bár nagyon rögös és nagyon sok a tennivaló, de talán ez adja meg a szépségét. Egy gondolatot szeretnék erre reagálni, időért. Azt azért látnék, hogy az esélyegyenlőség területén cigányvárosa sokkal többet tesz, mint a jogszabályi kötelezettsége. Nincs olyan esélyegyenlőségi célcsoport, amely részére nem egy, hanem több olyan lehetőséget ne biztosítaná az önkormányzat, ami az alapvető törvényi ellátásokon, tehát az önkormányzati közfeladatokon felülálló, vagy ezen túlmutató. És ez sehol máshol, tehát egyetlen egy környező településen sem nincs így, nem lehet ezt így kimutatni. Nyilvánvalóan ugye az önkormányzatnak deklarációja az, hogy az esélyegyenlőségi célcsoportok közül kifejezetten a gyerekekkel foglalkozzon. Ott meg nem volt olyan nehéz munka, mert nagyon sok jó gyakorlatból lehetett válogatni. Tehát azt mondom, hogy igenis lehet büszkének lenni arra, hogy a település mit ért el az esélyegyenlőség terén, de tényleg volt polgármesterűsor, nagyon sok munka van meg. Köszönöm szépen. A gyermekbarát település díjat nem testületi ülésen adtuk át, mert szerintem arról nem is beszéltünk testületi ülésen, ha jól emlékszem, mert az egy intézmény vezetői megbeszélés keretében zajlott, úgyhogy még arról esetleg lehet ilyen szó. Így van. Én azért nem gondoltam, hogy túl sokat kéne beszélni róla, mert egy műsor készült ezzel kapcsolatban, ami le lett adva a Cigándi TV-be, úgyhogy ott szépen kiveséztük. Így van, de két szót akkor elmondok még egyszer. 27 település pályázhatott a gyermekbarát önkormányzat cím elnyerésére. Cigányvárosa mellett Hódmezővásárhelye, illetve Óbuda kapta meg ezt a címet. Ez az UNICEF mozgalom által lett meghirdetve, és a pályázatokat ők értékelték. Budapesten volt a díjátadás, és a díjjal együtt, ami egy nagyon, nagyon, nagyon szép kis plakett, kaptunk egy oklevelet, amit minden intézménybe sokszorosítottunk, kiküldtük az intézményeknek, hiszen mindenkinek a munkája ebbe benne van, nem csak a polgármester, képviselőtestület, illetve a lakosság, hanem valóban az intézmény vezetők, illetve a szülők, a gyerekek, mindenkinek a munkája, tehát minden intézményben ez megtalálható, de emellett kaptunk még 2 millió forintot is arra a célra, hogy a gyermekeink egészségmegőrzésére, felzárkóztatására, illetve konkrét cél nem volt meghatározva, de az a lényeg, hogy a gyermekeinkre kell fordítani mindenképpen. Ez se kis összeg, mi ennek is örülünk, és tényleg köszönet még egyszer mindenkinek, aki bármilyen értéket hozzáadott ez a munkához. Vissza a napi rendi ponthoz, van-e még valami, bármi? Amennyiben nincs, és mindenki egyetért a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatával, illetve az előszoruló tanulmány elkészítésével, kérem készfelmelésre szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta testületünk ezt a napi rendi pontot is. 10. napirendi ponton következik, rendelet a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról. Megszokhattuk már minden évben, hogy a belügyminisztérium meghirdet egy ilyen pályázatot, mi élünk is a pályázati lehetőségünkkel, hiszen hátrányos helyzetű
település vagyunk. Ez éven 7.297.420 forint pályázati összeget sikerült elnyernünk, ez kb. 676 köbméter fára lesz elegendő. Hát ezt szociális rászorultság alapján osztjuk, csak úgy, mint minden évben. Ez alapján született meg a határozat. Azt tudni kell, hogy ez nem egy automatikus dolog, tehát a lakosságot megkérjük, hogy jöjjenek be és mondják el igényeket a szociális tűzifával kapcsolatban. A feltételei egy pár szóban, hogy itt is elhangzon, az a személy részesíthető szociális tűzifa támogatásban, aki 3 vagy több nappali tagozaton tanuló gyermeket nevel, vagy a 70. életévét betöltötte, és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. Ez azért lett beleírva, mert sok helyen gáztüzelősi kazán van, és mégis pályáznak. Én kérem őket, hogy ezt ne tegyék, hiszen ez nem teszi lehetővé a támogatást, illetve előnyt élvez a támogatás során, aki aktív korú ellátásra, illetve időskorú járadékra, települést támogatásra jogosult, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevel. A kérelmeket 2016. február 15-ig kell beadni, de én úgy gondolom, hogy innentől kezdve, amikor meghirdetjük ezt, az 2 héten belül általában az igények beszoktak érkezni, tehát aki látja ezt az adást, és úgy érzi, hogy ő is be akarja adni az igényét, az jöjjön, és akkor Bertikénél a hivatalban le lehet adni az igényeket. Egy pár dolgot még hagyd mondjak el. Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. Többször előfordul, hogy egy lakásban több család él, tehát lakásonként egy támogatás fogadható be, és kérem őket, hogy tisztelte, kérem őket, hogy ezt értsék meg, hogy nem ettől nem térhetünk el, illetve az üresen álló ingatlanokra, akiknek ilyen van, ne adjanak be kérvényt, mert minden egyes kérvényt felül fogunk vizsgálni, oda sem folyosítható a támogatást. Tehát, hogyha életvitelszerűen nem laknak az ingatlanban, akkor ne is kérjenek rá támogatást. Valamint sokszor előfordul, hogy legalábbis nem sokszor, de néha előfordul, hogy jogosulatlanul veszik fel a támogatást. Nyilván nem biztos, hogy mindent támogatási kérelmet el tudunk bírálni, illetve rossz hiszeműen veszik igénybe, vagy eladják, vagy bármi, azoktól a támogatást vissza fogjuk kérni, és 30 napon belül vissza kell, hogy fizessük a támogatást. Pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, kérem szépen a véleményét. Pénzügyi bizottság tárgyalta és a rendelet elfogadását javasolja. Én is azt szeretném aláhúzni, mint ahogy tavaly is, hogy olyan határidő áll rendelkezésre, hogy aki egy kicsit később tudja meg, tehát nem úgy van, hogy az eleje kap, a vége nem. Igyekszünk, hogy február 14-én is még a indokoltan benyújtott kérelmező megkaphassa ezt a fal mennyiséget, úgyhogy ugyanazt, amit a polgármester úr mond, a igényléseket írásban kell megtenni, és egy türelmet, mert mindenki előbb szeretné, de hát képtelenség, két hét alatt az igényeket kielégíteni. A jogosultak meg fogják kapni a kiszállítást, de hát nyilván ennek keretei vannak, elegendő számú szállító ezt, hogy nem áll rendelkezésre, tehát türelme mindenkinek. A pénzügyi bizottság javasolja az elfogadást a rendelettel együtt. Köszönöm szépen. Igen, talán még az fontos elmondani, hogy a támogatáshoz az önkormányzat a kiszállítással járul hozzá. Ez egy óriási költség minden éven, tehát ahogy elnök úr is jelezte, a türelmét én is tisztelte kérem mindenkinek, hiszen egyszerre nem tudják kivinni a fákat. Egy méteres hosszúságú rönkök lesznek kiszállítva, és nyilván megyünk szépen sorba, előbb-utóbb mindenkihez oda fogunk érni. Ehhez kapcsolatban van-e még valakinek bármi kérdés egyéb? Alpolgármester úr, parancsoljon. Nekem az a rész nem teljesen érthető, de lehet, hogy akkor én vagyok gyenge felfogó képességű, hogy aki, tehát le van írva a 2. pontban, hogy ki jogosult rá, és utána pedig, hogy az elbírálás során előnyt élvez, azt nem teljesen értem, hogy miért. Ja, ez jó. Tehát, hogy akkor... Ez, amit beszéltünk, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen, ami az elején van, amit a polgármester... Hát, mert valaki vagy jogosult, vagy nem jogosult. Most nem, az előnyt, ha...
nem kap annyit. Tehát magyarul járna 600 embernek, 600 családnak, és nem kapsz annyit, hogy csak 300-nál. Nem. Mi körülbelül 50-valahány százalékát kaptuk meg az igénylésnek. 900-valahány köbméterre. 1200 köbméterre. 1200, akkor a kollásban. Jó, de a 2-3 vagy több gyermek, illetve 70-edik életre. Így van, ez az alap, ez az alap. És azt se kaptuk meg mindegyiket, aki ennek a feltételnek megfelel? Most a jogosultság szempontjából szerintünk le lesz fedve a mennyiség. Ki fogja elégíteni a jogosultságot. Ja, ez a talaj sem volt gond, én úgy gondolom, hogy mindenki. Jó, meg oké, hogy ott vannak. Nem, csak én nem teljesen értem, mert azért mondom, hogy ez nekem kicsit ilyen előtt mondás. 270 családot érint, ez már 300 körül a gyermekvédelmi, és 70 évtelettél számolva 150 körülbelül. Viszont az van a jogszabályban, hogy legfeljebb 5 köbmétert kapnak egy család. Tehát ha az van, valahol olyan vészhelyzet van, oda hirtelen több kell, nem egy köbméter, hanem kettő, akkor előfordulhat az, hogy elfogy, illetve ha meg mindenhol van ugyanannyi megy ki az egy köbméter, akkor van még egy kis maradék. És hogy annak alapján, hogy az esetlegesen hol kerüljön. De ez attól függ, gondolom. És mennyit kapnak a cigányi családok? Hát egy ilyen másfél köbméter körülbelül. Igen, ez fontos elmondani, hogy nehogy valaki az 5 köbméterrel most bekavarjon. Én direkt azért nem említettem, hogy ebből nehogy kavar legyen, de körülbelül másfél köbméter fog jutni mindenkinek. A nyelvünk és a tavalyi jogosultak az alap, és visszafele, amennyi jut. Jár, csak nem jut a klasszikus. Egyébként tavaly nem éltek lehetőséggel, de attól függetlenül elmondom, aki érte tud menni, megkönnyíti a helyzetet, azt a Gönczi Zoltán urat keresse fel, ha rendelkezik szállító eszközzel, akkor nyilván soron kívül oda tudják nekik adni, nekünk is annál könnyebb, minél többen elviszik. Jó, ehhez kapcsolódóan van-e még kérés, javaslat, egyéb? Amennyiben nincs, javaslom, szavazzunk. Aki egyetért a rendelettel, a tűzifához kapcsolódóan, kérem kész felemelésre szavazzunk. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadtuk a napi rendi pontot. A két frissen felvett naprendi pont következik. A 11-es, illetve a 12-es, 11-es gyermekjóléti központ létrehozása, illetve gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés társulási formában történő ellátása. Jegyzőröt megkérem, hogy pár szóbb ezt mondjam. Egy tájékoztatót ugye mellékeltünk a két előterjesztéshez, ami arra vonatkozik, hogy milyen kötelezettség terheli a önkormányzatokat 2016. január 1-től, nevezetesen az, hogy a gyermekjólét és család segítő szolgálat tevékenység kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg, amelyet minden településnek valamilyen formában el kell látni. Ugye ez lehet társulásos, lehet hivatali szintű, ami azt jelenti, hogy a kialakított közös hivatali szinten történő ellátás. Maga az előterjesztés ugye arról szól, hogy amellett foglalnánk állást, vagy javasolnánk állást foglalni, hogy mivel eddig is társulási szinten történt ennek a feladatnak az ellátása, a jövőben is ilyen formában történjen a megoldás, hiszen erre minden intézményi háttér, szakmai háttér biztosítva van, tehát fölösleges lenne, ugye célszerűtlen lenne ezt felborítani, megbontani. Ez a javaslat fog különben valamennyi település elé kerülni jóváhagyásra, hiszen valamennyi településnek ebbe állást kell foglalni. Ami még új benne, a központnak a létrehozása, ez is január 1-től, korábban 40 ezer lélekszámhoz volt kötve, január 1-től pedig járási szinthez van kötve, ami azt jelenti, hogy valamennyi járási szintű, járási székhelyű településnek létre kell hozni ezt az intézményt. Ezt is ugye úgy hoznánk létre, hogy a társuláson belül szakmai egységként működne ez az intézmény is. Ebben csak cigánnak van döntési szerepköre, ezt más települést ugye nem érint.
Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem szépen a véleményét. Tárgyalta és mivel jogszabályi kötelezettség, ezért támogatja és kérő képviselőtestületet, hogy mind a két nap mindet foglalja. Köszönöm szépen. Még annyit hagytérek hozzá, amit a polgármester pénzügyi bizottság. Ugye elmondott, hogy annyi hiányosság van még ugye itt a nem az előkészítésnél, hanem a jövőbeni dolgok ismerete hiányzik, hiszen végrehajtási rendelet még nem jelent meg, csak a törvényi szabályozás. De ahhoz, hogy a törvényi szabályozásnak eleget tudjunk tenni, nem várhatjuk meg a végrehajtási rendeletet. Ha esetleg ebben valami változás lesz a végrehajtási rendeletet illetően, akkor úgy is bekerül majd a testület elé, ha olyan jellegű változás lesz. Köszönöm szépen, átadnám szót a testületnek. Van-e a két naprendi ponthoz kapcsolódó elsősorban kérdés, javaslat, egyéb hozzászólás? Alpolgármester úr. Akartam szólni, hogy ne beszéljek sokat, de annyit azért csak kénytelen vagyok elmondani. Egy némi ellenmondást azért érzek itt a óvoda, a társulás, meg a gyermekjóléti társulás, vagy egy szociális intézményi ellátásért, vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására való társulás között, hiszen pontosan itt is azzal indokoljuk, és itt teljesen elfogadják, bár azért szakmailag elég árnyalt a gyermekjóléti tevékenység, hogy próbáljuk egy kézben tartani ezt az irányítást, hiszen azok a települések, akik 1-200 fős települések, vagy néhány száz fővel rendelkeznek, teljesen elszigetelten működnek, és ugyanez igaz például az óvodai ellátásra is. Tehát amikor azt látjuk, hogy az iskoláknál egységesítés van, meg egységes irányelvek, az most más kérdés, hogy jó-e megvalósítás, vagy nem, mennek mindenkinek más a véleménye, akkor az óvodáknál meg ez én szerintem egy picit visszalépés, de még egyszer mondom, hogy ez nem a mi döntésünk összességében. Itt viszont mindenképpen ez egy nagyon jó törekvés és álláspont a 17 település részéről, illetve ennél a feladatnál csak 15 település részéről, hogy megpróbáljuk a szakmailag legmegfelelőbb szempontokat figyelembe venni, és itt mindenki háttérbe teszi a saját esetleges érdekeit, hanem tényleg a szakmára összpontosul itt, és itt Cigánynak megint gyakorlatilag egy komoly központi szakmai irányító szerep jut, amelyet szintén úgy próbálunk megoldani, hogy ezzel is azt mutassuk, hogy ha összefogunk, akkor könnyebb, mert hiszen mi ezt önállóan is csinálhatnánk, de gyakorlatilag így mi egy picit segítjük a térségi feladatellátásnak a szervezését. Ha egy megjegyzés lehet, ami említett, ugye, hogy ellentmondás látszik, azért annyi különbség van a két dolog között, hogy ugye itt hivatkozunk arra, hogy itt a személyi tárgyi feltételek ugye adottak, azért jó, ha együtt csináljuk. Ugyanúgy a személyi tárgyi feltételek adottak az óvodánál is, hiszen rendelkeznek óvónőkkel. Tehát, így van. Abba van probléma. Köszönjük szépen. Van a további vélemény, hozzászólás, javaslat a két naprendi ponthoz kapcsolódóan. Amennyiben nincs javaslom, szavazzunk. A 11-es naprendi pontot teszem fel először szavazásra. Tehát aki egyet az, hogy gyermekjóléti központot létrehozó Cigánynak, kérem kézfelemelésre szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy testület egyhangulag elfogadta a naprendi pontot, illetve a 12. naprendi pontot teszem szavazásra, gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítési társulás formában történő ellátása, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemelésre szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy ezt is egyhangulag elfogadta testületünk. Ezáltal naprendi pontok végéhez értünk, naprend utáni bejelentések, interpellációk következnek. Kérem, ha van ilyen, tegyék meg. Képviselőasszony, parancsoljon. November 19-én bérodás lesz az egészségügyi központban. Szinte már minden alkalommal elmondom, én végtelenül fájlalom, hogy az erős férfiak, gondolok itt a rendőrség tagjaira, a tűzoltók, a futballistákra, nem jelennek meg a béladáson. Egyszerűen szégyen, legutóbb nem, azt hiszem 20 ember jött el. Próbálja már megérteni mindenki, hogy
önmagát is megmentheti ezzel, mert sajnos kerülhet olyan helyzetbe, hogy szüksége van a vérre, és bizonyos szituáción pedig önmagának tesz jót ezzel, sehol nem vizsgálják meg így az ember vérét, mint egy-egy véradás alkalmával, és fölfrissül a vérképző rendszer, tehát vérnyomásosoknak is nyugodtan jöhetnek, tehát tessenek próbálni, melegen ajánlom mindenkinek, jó? Tehát véradásra buzdítjuk a cigányokat. Így van. Köszönöm szépen. Igen, már jegyző óra, ez már véden korban van jegyző óra. Köszönjük szépen. Van egyéb képviselő? Előtte beszélgettünk róla, csak ez még nem rögződött a adásba, de mivel megígértem, és nem hiszik el, hogy beszélgetünk róla a kábeltelevízió hangminőségével kapcsolatban, most egy kicsit, hogy mondjam, igazolni akarom magam, mert megígértem több reklamálónak, kérjük szépen a kábeltelevízió munkatársait, hogy a testületi ülés anyagát próbálják olyan hanggal adni, hogy mindenütt értsék. Kifogásolják többen más képviselőknek is, tehát mondják, hogy van, akit lehet érteni, van, akit nem lehet érteni, van, amikor csak a szánkat látják, hogy jár, de nem hallani, hogy mit, és kíváncsiak rá az emberek. Ez szerencse, és jó, hogyha még kíváncsiak ránk, úgyhogy kérjük szépen, hogy legyenek szívesek olyan minőségben megpróbálni, összeszerkeszteni a műsort, hogy még az idősek is hallják. Köszönöm szépen. Ez így van, köszönjük szépen. Köszönjük a visszajelzéseket, nyilván az nagyon fontos, hogyha egyszer egy műsor elkészül, akkor azt hallják is, illetve lássák is. Továbbra is arra kérjük a tisztelt lakosságot, ha van ilyen véleményük, akkor nyugodtan mondják el. Ettől nem kell félni, képviselő, mert nyilván ez a dolgunk, és mindenkinek az az érdeke, hogy ha elhangzik egy-egy adott szó, egy-egy adott mondat, az tisztán érthető legyen. És akkor szeretném felszólítani a KBTV dolgozóit, hogy ezt az ügyet tekintsék mindannyian közös érdekének, és dolgozzanak rajta. Szerintem ebből értettek. Köszönöm szépen. Vegyétek fel a hangot! Jó. Van-e egyéb? A polgármester úr. Nekem néhány információ így a megvalósuló beruházásokkal kapcsolatban. Tudja, vagy látja mindenki, hogy elég nagy munkálatok folynak most a településen több intézménnyel kapcsolatban is. Ez nem azért van, mert milyen szeretünk télen dolgozni, meg olyan helyzetbe hozni az érintett intézményeket, hogy ez milyen jó, hogy télen ilyen munkavégzések folynak. Ez egyszerűen nevezzük így, hogy a pályázati rendszernek a sajátossága, illetve hogy van több olyan elnyert támogatásunk, ami gyakorlatilag még az elmúlt Európai Uniós időszaknak a lezárása, és itt olyan kötelezettségek vannak, illetve olyan pályázati folyamatnak vagy projektelőkészítésnek kellett lezajlania, hogy gyakorlatilag mi még egy hónappal ezelőtt sem tudtuk biztosra, hogy 100%-ra, hogy a nagy épület energetikai pályázatunk, amiről már többször beszéltünk, az 100%-ra meg fog-e valósulni, hiszen ennek írásos nyoma úgymond nem volt. Meg volt a pályázatunk, meg volt erre az elkülönített forrás, de várnunk kellett vele, és így is hiába volt lezárt közbeszerzésünk, de addig, amíg nincsen a kezünkben erről értesítés a közreműködő szervezet részéről, vagy az irányítóhatóság részéről, addig azért ez elég nagy rizikófaktor elkezdeni, ráadásul itt az épület energetikai pályázat harmadik körében voltunk benne, ami gyakorlatilag most azt vetíti előre, hogy december 15-éig kell lezárnunk ezeket a projekteket, és ugye azért látható, hogy nagyon sok helyen munkavégzés folyik, de ez nem csak nálunk, hanem több száz magyarországi településen ugyanez a helyzet, nagyon sok Szabolcs megyei településnél is, de még nagyon-nagyon sok megyében, úgyhogy ezért főleg gondolok itt az iskolára, ahol a gyerekeket is érinti, hát megértést kérünk mindenkitől, de szerintem azt a kis kellemetlenséget ki fogjuk bírni, amíg ezen túl leszünk, aztán egy hónap múlva meg gyakorlatilag új köntösbe kerülhetnek egy jó pár intézmény, azért aminek már így az eredményeit lehet látni, például a polgármesteri hivatalnál és meg az étkezdénél is, igaz, az egy külön forrás terhére valósult meg, úgyhogy én ennek azért kifejezetten örülök, hogy úgy néz ki, hogy majd ezt is sikerrel tudjuk abszolválni, de elég sok kellemetlenséggel jár együtt, az tény.
Ja, és még annyi, hogy a START programunkhoz kapcsolódóan ezt a testület tagjaival sem beszéltük pénzügyi bizottsági ülésen. Ezeknek a programoknak a megvalósulásait gondolok itt a beruházási oldalra, a csarnok, az ipari területen a KFT csarnok bővítése, a vágópont, illetve a sertéstelep mind sajnos jelentős csúszással, de haladnak. A csarnok az már befejeződött, a vágópont, illetve a sertéstelep az pedig még, hát még az megvalósulás alatt van. Reméljük, hogy december közepére mindkét beruházás be fog fejeződni, ennyit tudok most jelenleg mondani, de egyébként február vége a programnak a megvalósulásának a véghatárideje, úgyhogy jelenleg ezzel így állunk, és még ami fontos, a szociális intézménynek a bővítése, ott pedig november végére mindenképpen be kell fejeznünk a beruházást, de az úgy néz ki, hogy ott tartható lesz. Tehát pont az az épület, ami a fizikék is a telkián mellett folyik, a szociális központnak a bővítése, a régi épületnek a másodszori közbeszereztetése után gyakorlatilag most már gőzerővel folynak a munkálatok, úgyhogy az remélhetőleg az is időben be fog fejeződni. Köszönjük szépen. Van egyéb? Képviselő, parancsolj! Mert is lakossági kérdés, hogy lesz-e kártyúzás az évemlékút felújítás, javítás, mert ez tavasszal a téma volt, hogy lesz. Igen. Vannak olyan szakaszok, ahol szinte már jár. Igen, szóba került ez. Hát sajnos a kártyúzás most már az éven nem is lenne érdemes elkezdeni, hiszen kifagy, kiesik az adott lukokból. Abba bíztunk, hogy bejön egy olyan pályázat, amiből tudjuk fejleszteni a belterületi utakat, és ahhoz kapcsolódóan ezt a kártyúzást egy ideig elvégezhettük volna. Sajnos ez nem jött létre. Nyilván, ha a pályázat közben megérkezik, illetve tudunk rá pályázni, akkor tavasszal vagy a pályázattal, vagy anélkül el fogjuk kezdeni a kártyúzást, de ezen a télen már nem látjuk értelmét. Hiszen csomó pénzt beleülnénk, de utána ez már csak kifagyna. De hogyha vannak olyan útszakaszok, ahol nagyon járhatatlan, nyilván jelezzék, és akkor hordunk oda a követ, az semmiből nem tart ezeket feltöltjük, ezeket a lukokat. Hát a Rózsa utca eleje, az téma volt mindig, mai napig. Az Erzsébet. Attila utca. Az Erzsébet utca, a Laciék előtt. Ott, ha esik egy eső, gyalog nem lehet elmenni. Ugyanúgy a Rózsa utcán. Ezeket jegyzőrne jelezzék, mert tisztelt képviselők, és akkor Zolival leülünk jövő héten, konzultálunk, kimegyünk, és akkor megnézzük. Az a baj, hogy a követ beletenni, az is kimegy, nyilván, de legalább nem török ki a kocsinak a kereken, hogyha arra megy. Jó. Van-e más? Meg azért annyit erről, hogy ugye tavaly is egy kicsit túlköltekeztünk, hiszen eredetileg 7 vagy 8 millió forint volt betervezve a költségvetésre, és majdnem a duplájára nőtt tehát a végleges kivitelezési költség. Nyilván egyébként tudjuk, mert már akkor is elhangzott, hogy a kártyuknak kb. A 80%-át egyébként megszüntettük a 2 vagy 3 év alatt, amik folyamatosan folytak. Egyszerűen most meg kell nézni, hát a képviselők is látják a költségvetésben, hogy az a baj nagyon drága. Tehát a kártyúzásnak olyan költségei vannak, hogy már tudjuk, hogy nem olyan sok útszakasz van egyébként, meg vannak olyan utcák, amelyek csak bizonyos részei nagyon rosszak, mint például van a Arany János utcán, az a két ilyen majdnem, hogy úgy kell átkelni, ahogy keresztbe vágja az egyik kártyú, ott a nem tudom most melyik, a Bartók, nem a Bartók Bélánál, azt hiszem Bartók Bélánál, szóval vannak ilyen, meg az Attila utcának is van ilyen szakasza a Mátyás királynál, remélhetőleg ez jövőre szakszerűen meg fog oldódni, nem úgy, hogy csak most belegórunk egy kis aszfaltot, hanem ugyanúgy, hogy kivágják és megcsinálják. Hát meg van olyan utca, amit kártyúgunk nem szabad már azt, amit újra kell aszfaltozni, mert... És nem egy kérdésem, a KHT nem tudná ezt megoldani? Benni egy-két képet, tehát nem egy olyan nagy beruházás, hogy van akár bérelni is, meg van, és akkor egy kártyúzásnál nagyon sokat megállt a spóra. Beszéltünk erről is természetesen. De egyébként nem a gép a drága, hanem az aszfalt. Oké, de most ha van ebben emberünk, akkor miért jöjjön Pestről egy vállalkozó, felfogadni több embert és megcsinálja? Kártyúzást azt meg tudja, de utat nem tudunk csinálni. Hát utat nem. Nem mondtam, hogy a kártyázást, azt... Jó, elveszük.
Nekem két dolog lenne még itt felírva. Az egyik, ami kimaradt a tűzifa a osztással kapcsolatban, hogy megkérném a jegyzőrt, hogy a KBTV részére, illetve az interneten tegyük föl a feltételét, a tűzifa osztásnak a feltételét, hogy lássa a lakosság is, hogy kik pályázhatnak, kik, és meddig, milyen időpontig, tehát ezzel is információt adjunk nekik, és megkönnyítsük az ő helyzetüket. Ez lett volna az egyik. A másik pedig inkább egy kérés azon a lakosság felé, akik a piaci napokon nem igazán tudják tolerálni azt, hogy nem igazán engedik a polgárőrök megállni a vasút előtti szakaszon őket. Én tiszteltem, kérem őket, hogy ne nehezítsék meg a munkáját a polgárőrségnek, hiszen ők azok az emberek, akik éjszakánként az érdékeikre vigyáznak, amíg ők alszanak, addig ők járkálnak az utcában, és próbálják a munkáikat tisztességgel végezni, de amikor ilyen visszajelzéseket hallok a polgárőröktől, településőröktől, hogy egy-két lakos azt mondja, hogy nincs kitáblázva, én akkor is megállok, és jöhet a polgármester is. Hát nyilván én nem fogok kimenni, és nem is fogom felszólítani egyesével őket, hogy már pedig ott ne álljanak meg. Ez egy kérés a lakosság felé, ott tábla nem tiltja, de az előző ülésen elhangzott, hogy lehetőség szerint a sportcsarnok a járóbeteg előtti parkolót használják, hiszen hogyha az úton megállnak, én nem akarom, hogy odáig fajuljon a dolog, hogy esetleg egy gyerek vagy egy idős néni az út mögül kilép a kocsi mögül, jön a busz, most már köd van, most már azért az időjárási viszonyok nem teljesen jók, nem láthatók az útvonalak, és nehogy baleset legyen belőle. Szóval tiszteltel kérem őket, hogy legyenek türelmesek, és próbálják a többi lakoshoz is mérten betartani a rendet, és a sportcsarnoknál álljanak, vagy a járóbetegnél. A polgárőrök, települősök, ők nem rosszat akarnak, ők a munkájukat végzik, és én úgy gondolom, hogy szükség van rájuk nappal is, de ugyanúgy, mint ahogy elmondtam, éjszaka is feladatot teljesítenek, legyenek partnerek ebben, mert máshogy ezt nem tudjuk. Következő dolog, az idősek napja ünnepély az elmaradt az éven, hiszen arra vártunk, hogy az új szociális központ átadásával megcsinálják az idősek napján. Most én egyeztettem a szociális szolgáltató központ vezetőjével, illetve több intézményvezetővel. December 3-án arra gondoltunk, hogy akkor csinálnánk egy idősek, az idősek napjára egy Mikulás bárféleséget, ahol a kettőt, a kellemest, a hasznossal összehoznánk, tehát oda mindenkit várunk szeretettel, majd a meghívók mindenkinek névre szóran ki fognak menni, tehát akkor szervezünk egy ünnepét, és akkor tartjuk úgymond az idősek napját, összekötve a Mikulás nappal, egy picit visszaidézve az ő gyerekkorukat, hiszen Mikulás csomagot valószínűleg már nagyon régen kaptak, úgyhogy ez most egy kitűnő alkalom lesz arra, hogy ne csak adjanak az gyerekeknek, az unokáknak, hanem kapjanak is valamit, úgyhogy várunk szeretettel majd mindenkit. Részemről ennyi lenne. Esetleg más, a polgármester úr? Még visszatkanyarodnék ez a polgárőr problémához, én az ember fel vagyok háborúban, én legszívesebben nevesíteném azt, aki volt, de majd akkor, ha nem fog használni, akkor fogjuk, hiszen ez szerintem egy ilyen alapvető, nem tudom, állampolgári magatartás, de nyilván megtettük a megfelelő lépéseket, és a közút felé elkértük a forgalmi rend változás iránti kérelmünket, csak ugye mire ez átfut, ez több hónapot is igénybe vett a közútnál egy ilyen engedélyeztetés, hiszen fő út mellett van, tök mindegy, hogy hány számjegyű útról van szó, úgyhogy szerintem ez egy ilyen alapemberi magatartás kellene, hogy legyen, hogy mindenki tudomásul veszi, hogy hol van a parkoló, de én erre ennyi tudok menni, és ez nem fenyegetőzés, hiszen aminek mindenkinek vannak jogai, meg nekünk is jogaink, hogy mit kell nyújtani a lakosoknak, hát mindenki szokott hozzánk fordulni kérésekkel, majd mi is hasonlóan fogjuk respektálni az ő kéréseiket, hiszen tudjuk pontosan, hogy kiről van szó, azért ezt vegye az az egy-két renitens tudomásul. Az a baj, hogy ezek között még értelmiség emberek is vannak, szóval én nagyon, nagyon csodálkoztam azon, amikor ez már 2-3 hete megtörtént, de ezen a héten is, és úgy gondoltam, ez most már nem várhat tovább magára ez a dolog, hiszen egy nagyon-nagyon piti dologról van szó, amit úgy gondolom, hogy normális ember meg kell, hogy értsen, de van, aki ezt nem tartja a szem előtt. Na de hát, ha ezek után majd. Bízunk benne. Van-e még valami a mai napra? Képviselő? Forgalmi rend szóba került. A park előtt van az a hirdető tábla. Ezt többen szóval tették már autók sok. Tehát zavarja a kilátást. Ha arról jövünk Nagy Jöntség felől, megállsz, nem jön semmi, belátok. Megállsz, jön a busz, jön két autó, és mire mennél ki, hamarról repeszt. Egy autó, és akkor püff, mert...
Egyet kell, hogy értsek ezzel kapcsolatban, köszönjük a jelzést. Már többen mondták, és a másik nézzünk neki ki másik helyet. Azt az utat valahogy ott rendezni, hogy amit már egyszer szóvá tettem, hogy és akkor a harmadik szintén forgalommal kapcsolatban, hogy a sárga buszok megint ott a fő utcán a buszmegálló előtt állnak, az régebben is úgy volt, hogy oda kiálltak az öreg punyék elé. Tehát úgy ott, aki jön onnan fölülről és előz, vagy innen jön ki a rendőrség felől, pontosan úgy állnak, hogy előzni kell, és nem látjuk, hogy a főtén... Nem tudom megelőzni, mert közben jön szembe. Hát, de hogy ezek ott állnak, tehát... Igen, tehát ugye azt megkérni őket, hogy ne ott... Vár, nem arra, hogy egy negyed órát vár arra, hogy előreállj, de vannak ott buszok, amelyek több órán keresztül... Igen, tehát hogy ne ott, mert rossz. Innen jövünk és előzni kell, és nem látja az ember szemből. Ha egy úr, egy levelet a Volánnak legyen szíves megírni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Na, van még valami? Amennyiben nincs, köszönöm szépen mindenkinek az aktív részvételt, és további szép napot kívánok. Köszönöm szépen.